Simon Lívia 10 éve botfán szervez találkozót régi munkatársainak. A 60-as évek közepén ipari tanulóként kezdett itt dolgozni, majd munka mellett elvégezte a technikumot. Mint fogalmazott, a gyár a második otthona volt. Az 1200 embert foglalkoztató Zakó 2003-ban bezárta kapuit. Mikor még ide kerültem, hát akkor 3000 körül beszéltek róla, úgyhogy lecsökkent, de attól függetlenül azzal a kevesebb létszámmal is egy nagyon jó működő, nagyon jó szervezet, nagyon jól gépesített és nagyon jó dolgozókkal ellátott üzem volt ez. A minőségi termékeket gyártó üzem fontos szerepet töltött be a város gazdasági és közösségi életében. Több ezer embernek adott munkát és biztos megélhetést. Alig van olyan ember, aki valamilyen módon családján keresztül ne kötődne a ruhagyárhoz. Éppen ezért nagy öröm mindannyiunk számára, hogy 20 évvel később, most 2023-ban itt lehetünk, és a ruhagyári nyugdíjas találkozó itt kezdődhet el, hiszen magának a ruhagyárnak a felújítása, átformálása kezdődött el egy 6 milliárd forint értékű beruházással. Mivel az átalakítás látványos szakaszához érkezett, több érdekességgel is várták a látogatókat. Komoly kihívást jelentett úgy előkészíteni a terepet, hogy a civilek is biztonságosan beléphessenek az építési területre. Mióta ezen a beruházáson dolgozunk, látjuk, hogy maga az intézmény és a mementója, ami az elmúlt közel 70 évben itt maradt és nyomot hagyott maga után, mennyire fontos annak a közösségnek, aki itt dolgozott, és hogy továbbra is rendkívüli közösségformáló ereje van. Úgy mindenképpen szeretnénk volna lehetőséget biztosítani, hogy átélhessék ezt az élményt. A Platánsoron új centrum épül, jelezte az egyik tulajdonos. Minden, ami egy városközpontot körbe szokott venni, mind a lakó, mind a kereskedelem, mind a szolgáltatási funkciók ezen a területen megtalálhatók lesznek, és hát nagy számban közel 100-110 lakás is kialakításra kerül. A bejáráson megígérték, ha elkészül az építmény, az első vendégek a ruhagyári dolgozók lesznek.